Csökken a hozzájárulás mértéke, megállapították a szennyvízelvezetési és tisztítási díjat. Polgárőr közgyűlés. Új könyvek a MÁRAI programból Hittanos farsang Suli farsang Karata edzőtábor portdányban. A Forrás négy beruházó vízi közmű társulat január 19-én kedden döntött a szennyvíz csatornázáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulás mértékének csökkentéséről, ami azt jelenti, hogy minden a szennyvíz beruházásban érintett háztartásnak 35 ezer forinttal kell kevesebbet befizetni a csatorna beruházás megvalósításához. Akik határidőben rendezték a befizetéseiket, egy összegben kapják vissza a 35 ezer forintot, akiknek elmaradása van, a tartozás összegétől függően kaphatnak vissza pénzt. A lakosok hamarosan levélben kapnak értesítést a döntésről, továbbá megkapják a friss egyenlegeket is, melyek egyeztetésére is kérik majd a háztartásokat. Ezt követően kezdődik meg a visszafizetés. Jó hír a településen élők számára, hogy kevesebb mint hatodába kerül a szennyvízelvezetés és tisztítás együttes díja a korábbi szippantási és szállítási költséghez viszonyítva. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal meghozta a határozatot a szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjával kapcsolatosan. Bordány településen az alapdíj bruttó 297 forint, míg a fogyasztással arányos köbméterenkénti díj bruttó 288 forint lesz. A vízterhelési díj fogyasztónál a számlán elkülönített tételként jelenik meg, bordány esetében köbméterenként bruttó 5,37 forint. Egyelőre nem ismert, hogy az Alföldvíz ZRT mikortól számlázza ki az új szolgáltatás díját, minden esetre azokat már 2015. október 26-ától alkalmazhatja a honlapján közzétett ügyfélszolgálati információk szerint. A hálózatra való ráközéseket az Alföldvíz ZRT 0630 496-2450-es telefonszámán továbbra is folyamatosan be tudják jelenteni. Fontos, hogy mindazoknak, akik nem kötöttek még rá a szennyvíz az idei évben a számlákkal nem igazolt szennyvíz után már talajterhelési díjat kell fizetni. Ennek bevallása a jövő év elején lesz esedékes. 2016. január 30-án szombaton este tartott a soros közgyűlését a Bordányi Polgárőr csoport a faluházban. A megjelentek egy Gyuris Ernő a csoport elnöke köszöntötte, az ülést Fodor Csaba levezető elnökként vezette. Elsőként beszámolót hallgathattak meg a tagok a polgárőrség 2015. évi munkájáról, valamint 2016. évi terveiről. Ezt követően három bordányi fiatal eskütétele következett, akik mostantól ifjú polgárőrként segítik a közösség munkáját. Az ifjak az életségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálatot is a polgárőrség keretében fogják tudni eltölteni. Batiz István, a Csongrád megyei polgárőrszervezetek szövetségének elnöke elismerő szavait fejezte ki a bordányi polgárőrség munkájáért, amit a település lakói és a helyi vállalkozók is elismernek. Tanács Gábor, Bordány nagyközség polgármestere az idei évben is az önkormányzat támogatásáról biztosította a polgárőröket, akik települési szinten a legnagyobb civil támogatást élvezik. Dobó Attila, a Mórahalmi rendőrőrs, őrsparancsnok helyettese is köszönte a polgárőrök munkáját, tolmácsolva Köles Attila rendőrőr nagy jó kívánságait. Kiemelte a tavalyi év második felét, amikor is sok esetben a polgárőrök munkájának és hatható segítségének hála sikerült a közrend megőrzése. Palotás László Péter körzeti megbízott a közös szolgálatok számát emelte ki, melyet igyekeznek növelni az idén. A gyűlésen módosításra került az Egyesület alapszabálya, de elismerések átadására is sor került. Öt éves polgárról szolgálatért emléklapot kapott Kis Lászlóné, Gresák Ferenc, Vince Imre, Hegyközi Tivadar, Szilágyi Tamás és Fülöp György. Tíz éves polgárról szolgálatért elismerést vehetett át Bakó Ferenc. A közgyűlés után közös vacsorán vehettek részt a polgárőrség tagjai, melyel a helyi bordányért baráti kör tagjai szerették volna megköszönni a közösség munkáját. Január 28-án új könyvek érkeztek a községi könyvtárba. Az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is részt vett a könyvtár a Márai programban, melynek köszönhetően 200 forint értékű könyvcsomag érkezett meg a napokban. Az összesen 79 kötet közül a gyerekektől a nagyszülőkig mindenki megtalálja a számára megfelelő olvasnivalót. A szépirodalmi és szakirodalmi művek mellett sok színes mesekönyv is található. A könyvek már kölcsönözhetőek a könyvtárban. Sok szeretettel várjuk olvasóinkat. 2016 január 23-án szombaton bordányban tartották a soron következő körzeti ifjúsági hittanos találkozót, mely január lévén a farsangi hagyományokra épült. Ezúttal Bordány adott otthont a rendezvénynek, amelyre a környező településekről, zsombóról, ülésről, szatymazról és forráskútról is érkeztek résztvevő gyerekek. A templomban tartott délutáni misét követően a találkozó a faluházban folytatódott. A rendezvény programjait a néphagyományokra épülve állították össze a szervezők, így olyan hagyományos kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, mint a csuhéfigurakészítés, figurakészítés, gyékeny fonás, papírmaszk és készítés. A vállalkozók kedvőek segédkezhettek a farsangi fánk tésztájának meggyúrásában és szaggatásában is. Nagy sikere volt az elkészült finomságnak, a kisült fánk minden darabját jó ízűen elfogyasztották a résztvevők. Ezután a megjelent közel száz gyerek körben állva hallgatta meg, amit a farsangi időszakról és hagyományokról tudni érdemes, majd Monori Gyula néptánc tanár vezetésével moldvai táncokat táncoltak fáradhatatlan lelkesedéssel. A jó hangulatú rendezvény az ifjúság pasztorációs iroda szervezésével valósult meg a Bordányi Egyházközség aktív közreműködésével. Bálint Négy és Ágnes és Gábor Tamás vezetésével sok önkéntes segítő vett részt a vidám hangulatú farsangi szervezői munkálataiban és lebonyolításában. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden segítő munkáját. Az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Suli Farsangot rendezett január 30-án szombaton délután a sportcsarnokban. A program 14 órától jelmezes felvonulással kezdődött. Az alsós és felsős egyéni és csoportos beöltözők ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak. A szünetben a művészeti iskola táncosai Roszkos Anna Mária vezetésével tartottak bemutatót, előadásukban egy mini és egy country tánc produkciót láthatott a közönség. A zsűri tagok a legötletesebb egyéni és csoportos jelmezeket értékelték. Egyéni jelmezek közül a Rubik kocka lett a harmadik, a süsű a második, míg a Salgó tűzhely az első helyen végzett. Csoportos jelmezek közül a Karib-tenger kalózai a harmadik, a jól lakott Ovodás páros a második helyet szerezte meg. Megosztott első helyen jutalmazta a zsűri a LEGO csapatot megformáló negyedik A osztályt és a Minimanókat alakító negyedik B osztályt, valamint a nagy Hohoho -Ho 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 horgász párost. A büféről a 7. A és B osztályosok, míg a talpalávalóról a nyolcadikosok gondoskodtak a délután folyamán. 18 órától sorsolás kezdődött, melynek bevételét az iskola felszereléseinek fejlesztésére fordítanak majd. A Bukereikon kiokos Karate és Harcművészeti Sportegyesület 2016. január 23-a és 24-e között tartotta szokásos, immár 5. alkalommal megrendezett téli edzőtáborát. Az 54 résztvevő az Egyesület Bordányi Zákány Széki ülési és kiskondorozsmai helyszínein kívül Pest megyéből, Újhartyánból, Dabassról, Hernádról, Örkényből és Táborfalváról érkezett. Süveges Tamást az Egyesület vezetőjét az eseményről kérdeztük. Szeretném, ha bemutatná ezt a sporteseményt, ami most a hétvégén lesz. Köszönöm szépen. A Bukerei Konkiokus Inkarata és Harcművészeti Sport Egyesületi már a 5. alkalommal rendezi meg, már már hagyományosan mondható edzőtáborát. Ez mindig télen van, január utolsó, öt utolsó előtti hétvégéjén. Az ötödik, már már talán jubileumi edzőtáborunkat, az most Bordány fogja biztosítani számunkra a helyet. A tábor célja igazából az, hogy a karatékáimnak, mert hogy ülésen, Dorosmán, zákányszéken, illetve Bordányban is ugye megtalálhatóak vagyunk, egy közös edzést tölthessünk el vidéki edzőtársak, illetve vidéki mesterekkel együtt. Ha jól tudjuk, akkor egy vizsgával fog zárulni a hétvége. Mit lehet tudni erről a vizsgáról? Így van, általában ugye az edzőtáboroknak a koronája az mindig az ő vizsga szokott lenni, ez az edzőtábor végén szokott megtörténni. Alapjában véve itt tehetnek tanulbizonyítani azok a felkészült karatékák a tudásukról, akik az elmúlt évek, hónapok távlatában letett munkaeredményét föl tudják mutatni. Milyen eredményei vannak a karate csoportnak? Hála az égnek, azt kell mondom, hogy egyre nagyobb ez a palettánk, bár fiatalok a versenyzőink, az előző évben, a 2015-ös évben kezdtünk el versenyezni, tavalyi évben négy versenyen mérettettünk meg, minden versenyünkön dobogós helyezést értek el, az első versenyünk az Dabason volt egy házi bajnokság, hogyha jól emlékszem, 13 versenyzővel jelentkeztünk, és 13 vagy 14 érmet hoztunk el, a második versenyünk volt májusban Csongrádon, a Pünköst kupa, ott emlékezeteim szerint 7-8 versenyzővel jelentünk meg, szintén egy 7 aranyérem, mert ha jól emlékszem, egy karatékánk volt az, akinek nem sikerült dobogóra jutni, a többieknek mind ezüst aranyért, bronzot sikerült elhozni. A harmadik versenyünk az szintén Dabason volt, ez már egy nyílt verseny volt, közel hasonló létszámban jelentünk meg, 7-8 fővel, szintén hála az égnek nagyon eredményesen, és az utolsó versenyünk az Vácon volt novemberben, ott mindösszesen kivétel Két versenyzővel jelentünk meg, ott is egy dobogós helyet, egy harmadik helyet sikerült megszereznünk. És itt főképp küzdelmekről van szó, mindegyik vagy földharc, vagy állóharc küzdelmek voltak a versenyeken. Milyen jelenleg és jövőbeli tervei vannak a Karate csoportnak? Igazából ugye most 2015. szeptemberében nyitotta meg az Egyesült a negyedik csoportját az ülésen. Ezeknek a fejlesztése a folyamatos terv, illetve most már a 2016-os évben elkezdődik a második generációs versenyzőknek a képzése, és hála az ének bordányból is több, hogyha emlékezetem nem csak három-négy lendő versenyzőnk van, ők most március környékén fogják az első megmérettet, és bízom benne, hogy minél nagyobb eredménnyel abszolválni. És hát a jövőbeli tervek természetesen több szeminárium, még több edzőtábori lehetőségek, verseny a lebonyolítása, tervez, tervezésben van az is, hogy mi magunk és az Egyesület is egy versenyt hoz létre, minél több versenyre ellátogatni, építeni a közösségünket, mert hogy a mi Egyesületünk nem csak is kifejezetten az edzőtermekben működik, hanem nagyon sok közös programjaink vannak, sporttáboraink szoktak lenni, külön bográcshozások, csapatépítők is találkozások szoktak lenni, ilyenkor hála az égnek a szülők is csatlakoznak, nem csak karatésok, és így igazából próbálunk értéket teremteni a mai kis Keszekuszavi. Lehet-e csatlakozni a Karate csoporthoz? Így van, természetesen bármikor. A Karatének az eszközrendszer, ezt mindig elmondom, hogy egy folyamatosan fejlődő, illetve tematikusan felépített rendszer, így kortól nem több függetlenül bármikor lehet csatlakozni. Sokakban egy kétel szokott felmerülni, de hát, hogy ott már régebb óta sokan vannak, mindig nyitottan fogadjuk az új tanítványokat, hiszen minél többen vagyunk, annál eredményesebbek tudunk lenni. És hol tudunk jelentkezni, hogyha szeretnénk? Az én elérhetőségeimen az Egyesület telefonszámán, illetve e-mail címen, ami az alábbi részben megtalálható lesz, illetve edzéseinken az edzés időpontokban, ülés, zákányszék, bordány, illetve dorosma, a Facebookon is megtalálhatóak vagyunk, Bukere Ikon Dojo néven, és ott pedig mindent, minden információt megtalálható. A két nap alatt neves vezetőedzők és mesterek közreműködésével zajlottak az edzések, amelyeken erőnléti gyakorlatokban, technikai felkészültségben, valamint álló és földharc küzdelmekben fejlesztették tudásukat a résztvevők. A második nap zárásaként lehetőségük volt tanítványoknak övvizsgát tenni, ezzel megmérettetni eddig szerzett tudásukat. Az eseményhely színe a sportcsarnok volt, az étkezést és szállást a vadgesztenye étterem biztosította a két nap alatt. A bordányi részvevők közül sikeres övvizsgát tett Csorba Roland, Paplogó János, Tóth Izabella, Révész Márton, Lehel Máté, Lehel Zoltán és Kovács László. Az elért eredményekhez gratulálunk. Az Egyesület szeretettel várja azon új tagok jelentkezését, akik kedvet kaptak kipróbálni ezt a küzdősportágat. Bordányban az edzések kedden és pénteken zajlanak fél öttől a faluház nagy termében.